Sziasztok! Mai nap folytatjuk a deszkázást. Hona egyébként teljesen magától fölült erre a deszkára. Ha hiszitek, ha nem, így elindítottuk a kamerát, és mire szóltam volna neki, hogy menjen fölül, már ott ült fönn. Úgyhogy eléggé szeret ezen a deszkán lenni. Most egy szélesebb deszkát tettem alá, könnyebb legyen a dolga, és kihoztam aszfaltra is, hogy húzás közben ne legyen annyira instabil. Ugye eddig a kutya is növésben van, tehát folyamatosan egyre nagyobb deszkára van úgymond szüksége, de ha megerősödik ebbe, akkor utána vissza tudok tenni esetleg a vékonyabbat is. Most csak annyit fogok tőle elvárni, hogy most elég hosszan fogom húzni terveim szerint, és hogy stabilan maradjon rajta. Az okos vagy! Nem esett le, már kapja is tőlem a jutalmat. Szuper, Koni! Szuper! Az nagyon ügyes vagy! Olyan bátor már ezen a deszkán meg is emelkedik két lábra. Na húzzuk megint egy picit. Hop-hop, leesett. Ilyenkor elteszem szépen a kezeimet, és megvárom, míg visszamegy a deszkára magától. Ugyanis szeretném, hogyha ő ezt olyan szinten mutatná, hogy élvezi, hogy ő kér meg rá kb. Hogy én húzzam azt a kis deszkát. Ez az ügyes vagy. Okos. Jól van. De úgy látom, hogy ezek itt nagyon tetszik, itt piszkálgatta itt a madzagot is, látta, hogy én azon keresztül húzom. Most is próbál segíteni a húzásba. Hát az. Nem menjék ő rá rendesen? Az ügyes vagy. Szuper. És már húzom is. Nagyon jó. Ez a kutya meg utazik. Úgyis egy lusta disznóról beszélünk. Úgyhogy ez nem véletlen az egyik kedvenc trükkje. Majd azért kíváncsi leszek, mikor hajtania kell, akkor mekkora élvezettel fog ezen hasítani. De azt gondolom, hogyha rájön, hogy egy lábtolással ő tud gurulni pár métert, akkor ezzel nem lesz semmi gondja. Na, visszacsaljuk a deszkára. Nem lopjuk az időtöket, nem várom, még magától elhelyezkedik. Kicsit megvezetem kézzel. Gyere, Koni, föl. Deszka. Ahó. Na. Ugye nem érik rá mindenki téged nézni, hogy itt szerencsétlen kezd a deszkán. Úgy. Szuper, figyelj! Azaz! Nagyon jó! Szuper! Miért hagytam neki, hogy lehagyja a lábát? Egész egyszerűen azért, mert ez lesz a következő lépcső, hogy egy lábbal ő hajtsa, amíg én húzom. Úgyhogy ezt teljesen magától kínálta most föl nekem. Én kipróbáltam, hogy ezáltal leesik ő, vagy viszi a lábát. Ő vitte a lábát, és én nagyon örülök. Úgyhogy legközelebb egy még síkabb talajra fogunk kimenni, és még kevesebb húzást fogok én beletenni. Tartom majd a kaját, és megvárom, hogy egy picit lökje meg a deszkát. Ha nem fog menni, akkor ezt még egyszer megcsináljuk. De látjátok, egyébként nagyon szereti ezt a deszkát, már mindjárt elkezdi ő is vontatni. Ugye lehet, hogy ennek köze van a Do As I Do-hoz is, a kutya leszokott utánozni engem, és azért mindig kap jutalmat. Látta, hogy húzom, és most hozta nekem ide a kötelet, úgyhogy ezért meg is simogattam, meg is értem, mert nagyszerű, hogy már itt is elkezd engem utánozni, ennek nagyon örülök. Úgyhogy, hát jó gyakorlást nektek, és sziasztok!